There are times when I think of what we had. Silly faces I made when you felt bad. Az Over, a legújabb dalom, az számra nagyon sok szempontjából fontos, mert ez az első olyan dal, amit 100%-osan én írtam, szóval nem csak a szöveget, hanem a zenét is én csináltam. Nagyon sokan kérdezik, hogy biztos valami probléma van a kapcsolatotokkal, meg ugye a szöveg az annyira negatív. Én úgy szeretek zenéket írni, hogy nagyon élénk a fantáziám, és én belegondoltam abba a helyzetben, hogy mi van akkor, hogyha egyszer csak vége. És ez kapcsolatra lehet érteni, de ezt lehet bármire érteni, és ezért is volt annyira hangsúlyos, hogy amikor csináltuk a videoklipet, hogy ne csak egy kapcsolatról szóljon, vagy csak egy nem tudom mi, vagyis ne is egy dologról szóljon, hanem egy dióhéjében szóljon arról, hogy mi van akkor, az ember elveszít valamit hirtelen. It's too late now to think of what we had. I should have paid more attention to the secrets you told me. Eldöntöttük közösen, hogy legyen green boxos. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy egy nagyon pici stúdióban az egész stúdió zöld. És nagyon érdekes volt, mert még nem is volt zongora. És ugye a legfőbb hangsúly a klipben az a zongora. Egy gyönyörű szép koncertpiano. De ez nem is létezett, ez nem is volt ott. Azt digitálisan megoldotta, kivéve a klaviatúra. A klaviatúra az igazi, szóval játszottam valamin. Egyáltalán nem tudtam, hogy mi lesz mögöttem. Beszéltünk róla a Gergővel, hogy körülbelül a színvilág milyen hatása lesz, hogy milyen színbe lesz. Nagyon kellett színészkednem, és így kimutatni az érzéseimet, és furcsa is volt egyébként. Szóval mindenkit kiküldtem a stúdióból, és csak én meg a Gergő forgattam. A gitárszóló egyébként egy merész ötlet volt, mert nagyon sokan kritizáltak azzal, hogy még mielőtt kijöttünk a dallal, mutogattuk az embereknek, hogy hát azért ez veszélyes, mert a rádiók nem szeretik játszani ami gitárszólós, az lehet, hogy olyan 80-as évek feeling ugye a rockballadákba. De én azt mondtam, hogy én pont ezt akarom visszahozni. Nagyon gépi lett a zenei világ, nagyon kifinomult és nagyon precíz minden egyes dal, és ugye sok szabályok vannak. És régen, ha belegondol az ember, a zenélés pont arról szólt, hogy nincsenek szabályok. Ha nem mentem volna színész iskolába, akkor az emberek jobban megértenék, hogy miért írok angol szöveget, mert az az igazság, hogy az az anyanyelvem. A mai napig sokkal könnyebb angolul írni szöveget, sőt, ezt merem mondani, hogy nem is tudok magyarul szöveget írni. Most jöttem vissza Londonból, sőt, amikor premier volt, akkor épp Londonban voltam, és mutattam egy csomó embernek, zene szakértőknek, meg hozzáértőknek, és nagyon jó volt azt látni, hogy mindenki azt mondta, hogy hát igen, ez működik, ez jó.